A Gyulai Erkel Ferenc vegyes kar 1976-ban alakult Rázga József karnagy vezetésével. A jelenlegi karnagy, Perlaki Attila 2003-ban vette át a kórus vezetését. Repertoárjuk rendkívül széles, a reneszánsz kor kórus műveitől napjaink zenei terméséig terjed. Kiemelten fontos számukra Erkel Ferenc kórus műveinek, mint szélesebb körben való megismertetése. Hagyománynak számít a kórus meghitt, ünnepi karácsonyi koncertje immár a Gyulai Vigadóban. 2006-ban a kórus közreműködésével került sor Neszlényi Fejfer Judit Cantata in Memoriam 1956 című művének magyarországi hősbemutatójára. Az 1844-es himnusz megzenésítési pályázatának versenyműveit, valamint Erkel Ferenc Magyar Kantáte című művét mutatták be a budapesti István Király operakórussal Gyulán ősbemutatóként. A kórus több nagyszabású remekmű előadásában vett részt a Békés-megyei szimfonikusokkal, Somogyi Tóth Dániel vezényletével. Együtt énekeltek a debreceni Kodály kórussal Beethoven 9. szimfónia, valamint Karl Orff Carmina Burana című művének előadásában. Ligeti András Kossuth Díjas karmesterrel Mozart requiemének bemutatóján működhettek közre. Együtt koncerteztek a muzsikás együttessel, a debreceni kántussal Berkesi Sándor vezényletével. 2006. decemberében a Prágában megrendezett 7. nemzetközi kórusversenyen ezüst minősítést értek el. 2009-ben a 2. Erkel Sándor Kórusfesztiválon a zsűri külön díjjal jutalmazta a kórust és karnagyát. 2013-ban a Békés-megyei önkormányzat Békés-megyéért díjban részesítette őket. A Gyulai Erkel Ferenc vegyeskar 2014-ben a magyar kórusművek európai fénybeállításáért a Balassi kuratórium döntése alapján Balassi emlékéremben részesült. A közelmúltban a komoly zenei darabok mellett a tavaszi fesztivál keretében a Békéscsabai Bartók kórussal együtt filmslágereket, musicaleket adtak elő nagy sikerrel Békéscsabán, majd Gyulán.
Thank you.